Új helyszínen, a Zrínyi Tiszavasvárjuti csarnokában fogadta az 50-es év után érkező Kaposvárt, az első győzelmét az előző fordulóban megszerző Nyíregyháza. Jól kezdtek a hazaiak, előnyüket fokozatosan növelve 9 pontos vezetést szereztek az első negyed végére. A második 10 percben igyekeztek zárkózni a vendégek, de a nagy szünetre így is 43-37-es állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után fogyni kezdett a cápák előnye, sőt a negyed közepén a vezetést is átvette a Kaposvár. A záró negyed 59-59-es állásnál indult. Az utolsó előtti percben is döntetlen volt az állás, a hajrá azonban a vendégeknek sikerült jobban, így a Nyíregyházának továbbra is várnia kell első hazai győzelmére. We knew that it's gonna be tough game. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert az ellenfélnek bővebb a kerete és tapasztaltabb játékosai vannak, mint nekünk. Mi nyilvánvalóan problémákkal küzdünk a magas posztokon, amit gyorsan meg kell oldanunk. Így a lepattanó csatát is elveszítjük, és nem tudjuk megállítani az ellenfelet a palánk alatt. Az első fél időben nagy energiával játszottunk, jól védekeztünk, hasonlóra készültünk a másodikban is, viszont sokat hibáztunk egy-egy védekezésben. Javul a játékunk és a mentalitásunk. A vendégek edzője nem csak a vasárnapi mérkőzéssel foglalkozott a találkozót követő sajtótájékoztatón. I think this gentleman next to me is on a target. Győzelem után szerettem volna elmondani azt, ami már régóta zavar. Olyan érzésem van, hogy néhány játékvezető szemében céltábla van Michael Hughes hátán. Szinte két falttal kezdi a mérkőzést, cserébe technikaikat és sportszerűtleneket kapunk. Nem lehet valakit azért büntetni, mert érzelmekkel játszik. A magyar kosárlabda fejlődése érdekében fejleszteni kell a játékos és a játékvezető, valamint az edző és a játékvezető közötti kommunikáción. A meccsről a hosszú utazás után fáradtan kezdtünk. Egyébként a Nyíregyházának gratulálok, remek játékosokkal rendelkezik, de csapatként a hazaiak fölé kerekedtünk. A forduló további eredményei a következők: Körmend Szombathely 89-95, Sopron Kecskemét 83-70, Deac Budapesti Honvéd 71-59, Szeged Atomerőműese 71-72 és Zalaegerszeg Oroszlán 82-60. A tabella élén a Szombathely áll 12 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 12-es mutatóval álló Szolnokot. Az egy győzelemmel és 11 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza szerdán a 8 győzelemmel és 4 vereséggel negyedik Sopron otthonában lép pályára.